Szia, Krisztián! Hello, Fifika! De jó, nem leszek egyedül, sallalallala. Hello, hallgató! Főleg, főleg hallgatók, hello! Én is azt gondolom. Hát mi történt veled, Krisztián, a héten? Fú, hát nagyon össze kell szednem a gondolataimat, és semmi nem jut a szembe, képzeld el. A jön jön majd. Jaj, de vár, fú, még, még ez is volt. Még, ú, á, ú, aha, még az is volt. Á, ú. Nem lehetetlen, nem lehetetlen. Hát ilyen apró cseprő dolgok történtek csak velem, hogy leporoltam, kérlek, ha Öt éve nem játszottam vele, de most egy kicsit leporoltam a Star Wars The All Rep Old, Old Republic MMORPG-t, és azzal elkezdtem egy kicsit játszogatni. Egyedül, mert nyilván egyedül a legjobb MMORPG-zni. Azért te se vagy normális ez teljesen ez? ezekkel a számítógépes játékokkal. Mert? Hát nem, nem. Nekem ez így... Hogy, tehát én már ilyen vén szar vagyok nyilván, tehát nekem ezek így kimaradtak. Uh, nem is tudom, mi, mi volt. A, tehát nekem mindig a, a nagy játékélményem az a Diablo 1. <laughs> tehát még mindig azt, azt képzelem az egyik klasszik. legjobb játéknak. És minden évben karácsony tájékán előveszem és végig uh, nyomom a Diablo 1-et. Meg hát... Uh, Hú, hát tudod, én nintendóztam, tehát nekem, nekem, ezek a, ja, a ja, ja. First shot -ok meg a, vagy mi ez? FPS-ek? FPS-ek, ezek így kimaradtak. Autóverseny, tudod, mivel autóversenyeztem utoljára, nem is hallottátok, bár aki ezt tudja, az meg már olyan vénszar, mint én. Én még Atarin, 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 Mega, nem, mega ESTÉ. Volt egy ilyen Forma 1 autóverseny, hogy Vroom. Ez mennyire fantáziadús név. Ez volt a neve, Vroom. És azért volt hihetetlenül jó, mert a sztereó fülesbe hallottad az oszlopokat jobbról vagy balról, hogy tudod, hogy így -e el melletted, és az annyira jó egyébként. 8 bites volt Nem, 16 bites, az Atari az már 16 bites volt. És azt ott lehetett midi kábelen keresztül ilyen kvázi hálózatba játszani, mert ugye az a midi in-out, és a true-val tovább tudtad fűzni, és akkor mit tudom én, akár öten is versenyezhettünk így összefűzött atarikkal, és az valami hihetetlen jó élmény volt egyébként. Na mindegy, tehát én még így tudod, így le vagyok ragadva, meg nekem a játék élmény, nem a grafika számít. Tehát, ó, Istenem, én még ilyen, ilyen, hát azért. ilyen őskövület vagyok. Hát el kell, hogy mondjam, hogy azért a Star Wars-os játékok terén a BioWare a sztoriaival, a sztori fűzésével, ugye még a régi kotoros szériával azért elég nagyot tett le az asztalra, és így öt év kihagyás után zseniálisan jó a, a story missionökön végig menni benne. Én meg pont az a korosztály vagyok, hogy amikor én elkezdtem játszani, akkor még ezek a borzalmas monokróm meg cégé a grafikák voltak, és azzal párhuzamosan kezdtem el én szerepjátszani annak idején, és tudom, Aha. hogy a szerepjátékosokat nem szeretett, utána a Galaktika Szétbaszták a Galaktika <laughs> Stifi klubot konkrétan, igen. <laughs> ja, de hogy nekem a, a, akkor volt egy ilyen nagyon erős érzésem, hogy mennyire jó lenne, hogyha ezek a nyomorult ronda grafikájú játékok odáig fejlődnének, hogy lehetne szerepjátszani igazából. Uh, és akkor még az internet is gyerekcipőben volt, így a 90-es évek elején, ha ezt így lehetne, olyan minőségben, olyan grafikával, olyan játékmenettel, hálózaton keresztül a haverokkal játszani, milyen jó lenne. És aztán így kisvártatva ez meg is valósult. Úgyhogy nekem mai napig része a, a, sőt, inkább úgy mondom, hogy elválaszolatlan része a, a, az életemnek a számítógépes játékokkal való játék. Hát ilyen az FPS-ekből én is kinőttem, ilyesmi. Mondom, én ilyen MMORPG-ket, tehát online szerepjátékokat szoktam nyomogatni, és most egy kicsit így nosztalgiázom a, a Star Wars-ban, amúgy is. Nézegetem a Star Wars a animációs filmet, ami, ami megy sorozat, és akkor uh, úgy játszanék valami jó kis Star wars osat úgyhogy így visszakeveredtem ide, ide hozzá. Úgyhogy én szerintem nem leszek olyan vénfasz, aki már nem játszik egyáltalán, mert hogy ne, nekem tényleg teljesen. Na most uh, azért félre ne is, a tehát nem, nem Nem azt mondtam, hogy nem játszom, mert uh, én a hogy mondjam neked, tehát én a, a, a játékot most a, vagy Tower defense játszok, ez, a, ez az egyik ilyen kedvenc kategóriám. Na, de persze, egyébként játszol, és engem igen, hogy egyéb, játszol. Egyébként abból nagyon kevés igazán jó létezik. Ezt azért így elmondanám. Van egy pár, de, de nem nincs habzsidőzsi, fú de kurva jó mindegyik, mert vagy balfasz a mm. grafikája, vagy szar a vagy túl könnyű, vagy túl, tehát marha nehéz megtalálni azt a... De azt a, táváre, Igen, 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 igen. Tehát ez a klasszikus, hogy építgeted Aha. a tornyokat, fejlesztgeted, megvéded a, a, pályán a, a dolgokat, de nem sok van, tehát Tényleg, azt, azt kell, hogy mondjam, hogy talán egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány jó és igazán élvezetes Tover Defense van, pedig hát ez nem egy olyan kurva-bonyolult játék szerintem. De, de van, van egy pár marha jó, vagy logikai játékok. Tehát az az, ami még nekem megy, meg, meg ez a... De abból is marha kevés van, tudod, ezek a a, nem, nem tudom, ez a GameStone jellegű uh, ja, 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 sztorik. Ja, ja, ja. Tehát mondom, én már inkább ilyen nyugodt erő vagyok, érted, hogy nem nem, nem akarom én a reflexeimet a végletekig fokozni egy, egy ilyen satemappal, de ugye annak idején az összes dúmot végjátszottuk, akkor mondok ilyen címeket, hogy Hexen, heretik. Mm -hmm. akkor uh, melyik volt az a milyen joe tudod, Volt, ez a, bomber, bomb Joe, vagy bomb Jack, vagy én már nem is tudom, mi, volt a cím. Sirius szemre gondolsz? Minden. Ott, volt egy csomó öngyilkos merény, hogy rohantak feléd egy ilyen, ilyen bombával, meg ilyen Dino, Hunter, meg, nem tudom, mondom így, ez a ráadásul ezt told, ez pont ez a voodoo, ha még emlékszel rá, a voodoo kártya korszak, Aha. teteje volt, és a... Ismét csak 90-es évek? Igen. <gül> 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 és akkor kezdődtek a, a DirectX-es játékok, tehát akkor kezdtek följönni. <laughs> Úgyhogy én val valahol ott mondom így a elvesztettem így a PC-nek a játék jellegét. Tehát már nem, nem, arra, tehát marha, nem is tudom, hogy, hogy mondjam, ciki, amikor úgy választasz gépet, hogy a kettődés grafikája legyen kurva jó, és nem a 3D, érted? Mert, mert én ugye kettődébe tervezgetek, meg, meg rajzolgatok, meg szerkeztek szöveget, meg kiadványokat, meg prospektust, meg nem tudom én mit, és nem igazán nyűgöz le az, hogy 4 gigaram, vagyis valami 3D gyorsító van a, a cúzba. nekem 2 d működjön hihetetlen jó, meg gyorsan. Na, úgyhogy <coughs> ennyi. De ha veled nem történt semmi, velem történt. Mindjárt megkérdezem tőled, ja, hogy okay. történt, Megvárom, nem, hogy várjál, megvárom. Még annyi érdekesség történt velem, kérlek szépen képzeld el, hogy most november 11-én volt valami akció az AliExpress-en, és pont belebotlottam, és így voltak ilyen apróságok, amiket szerettem volna innen-onnan beszerezni, mert Kingát szerettem volna meglepni szülinapjára egy, mert ugye most beruházott erre a jó kis 6000-es Sony fényképezőgépre, és nagyon élvezi, hogy fényképezget, és szerettem volna meglepni egy szűrőkészlettel, és meg is rendeltem még augusztusban a Média a szűrőkészletet, és ha hiszed, hanem azóta így nagyjából másfél havonta ír egy levelet a Média hogy hát sajnos a beszállítónk értesítése szerint még mindig nem várható ez, a hanem csak három hét múlva, és ezt augusztus óta játszuk, és még mindig nem jött meg a szűrő. Én rendelte. szerintem gyanús, érted, hogy vagy fasztekes vagy görbesztes, tehát hogy tudod, ez a dropshipping, bemisz a média és ők meg megrendelik a fasztekről, tehát konkrétan jó, ennyi jaj. történt. Mindegy, <laughs> minden esetre meguntam ezt az egész hercegúrcát, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor rendelek egy szűrőkészletet. AliExpressről is, és hogyha megjön hamarabb, mint a MediaMarktból, akkor a következő ilyen MediaMarktos levélre megírom nekik, hogy jó, akkor köszönöm, inkább kérem szépen vissza a pénzt, mert ez már röhely. És ha hiszed, ha nem, én leesett az állam, tegnap jött egy értesítő, hogy Kínából csomagom érkezett. <laughs> és tíz nap alatt a megrendelésről, és este adtam föl, tehát 11-én este föladtam, és tegnap napközben megjött az értesítő, és megérkezett Kínából. Kevesebb, mint tíz nap alatt gyakorlatilag a, a csomag, amit a média már most már hónapok óta nem képes abszolválni. Úgyhogy ez az érdekesség történt még velem. Én megírnám neki, Krisztián. Mondani. Én me me komolyan, tehát írnék egy levelet, kedves média már, ne haragudjanak, AliExpressről tíz nap alatt ideért, az a mi maguktól már három hónapja nem. De... <síns> Most már mindjárt esedékes, hogy megint rám írnak, hogy válaszoljak vissza, hogy mi a döntésem, bárok, vagy kérem vissza a pénzt, hát most már talán egyértelmű lesz, hogy mi lesz a válasz. De ha nem, de ha nem de akkor nem lesz két szűrőkészletet Ennyi, ennyi. Jó jön az tartalékba. Jó, jó. Viszont mi történt veled, Fifika, hallom, hogy madárfüttyös országunkban tartózkodsz éppen? Hát, ha Erdélyt annak lehet mondani, akkor igen. Tehát, de nagyon sok minden. A Francba. Nagyon sok. Nagyon sok minden történt velem. Tehát, Micsoda? Hát van, van olyan része a sztorinak, amiről nem beszélnék szívesen. Akkor ezt minek hozott föl? Így magamat figyelmeztetem. Erről nem beszélünk. Viszont van olyan rész, amiről meg szívesen beszélnék. Képzeld el, hogy hát nekünk már régóta vágyunk az, hogy, hogy legyen egy olyan uh, helyben uh, meglévő címkekészítő egység, érted, ami ezt a, a címkét ott prompt kinyomtatja, és nem kell mondjuk a nyomdára várni. Aha. És hogyha szar vagy nem jó a színe, vagy akármi, azt ott azonnal tudom javítani, és stb. stb. Ugye az a problémánk, hogy a címkére föl kell nyomni a lejárati időt és a lótszámot. Na most egy olyan kétsoros nyomtató, ami a, a címke főrakóra fölteszed, és mondjuk rányomja a nyomdai címkére esetleg a milligrammot, a a lejárati időt és a lotszámot, ez ugye három külön pozíció, az valami brutális pénzbe kerül, ráadásul ezek azért annyira nem szép nyomatok, amiket ezek csinálnak, mert vagy köpik a tintát, vagy, vagy égetik egy, hát mint régen a tűs nyomtatók, tudod, ilyen tűsorra Aha. beégeti a, a sztorit, és hát nekem ez már iszonyú régóta rágja bogár a bogára fejembe magát, hogy mi a picsával lehet ezt, ezt helyettesíteni. És hát vettünk egy e, kiaró nyomtatót, ami hát ebben a kategóriában így a kvázi a, nem is tudom, tehát így a Rolls Royce, meg a, meg a nem tudom én, a Toyota Prius között foglal valahol helyet. Hmm. Iszonyú gyors, nagyon szépen nyomtat, tehát ez egy 1200 1200 dp-is címkenyomtató, nyilván nyomdai cmyk tud, és színenként ilyen 250 millis tinta van, tehát aránylag nagy kapacitással bírnak a, a patronok benne, és ráadásul műanyagra is tud nyomtatni, és full vízálló a nyomata. Tehát azt hiszem így, így elmondtam mindent. Tehát így rá csöpeg a, a liquid, és nem, nem kezdi ki a a, El a, hangzik. a tintát. Így van. Hát én most kipróbáltam, tehát ilyen kettő pontos betűig nagy, nagyítóval tökéletesen olvasható érted a, a betűméret. Az ilyen, nem is tudom, ilyen 0,2 mm talán, vagy még annyi sincs. És gondolom így akkor Tudsz magadnak próbanyomatot csinálni egyet, és hát így van. Ne, ne, nem úgy, Meg, mint megnézed, a hogy megnézed, 400 ezer darab alatt szóba se állnak. Megnézed, ö, ugye ö, nálunk ahol csak lehet a, a gyártás során mindenhol double checking van, tehát ugye az ketten is le kell, hogy ellenőrizzék, hogy a lejárati idő, a lot szám, a, a nem tudom én, a mindenféle előírásnak való megfelelő, lőség az meglegyen. És akkor így, így eszméletlenül ki vagyok most nyúlva ezzel a sztorival, és elég csak így pdf-be legyártanom a címkéket, és a, mit tudom is, a lányoknak kell, akkor oda mennek, kinyomtatják. Van egy revinder, ami föltekeri a, a kijövő címkéket, és akkor utána lehet betenni a címkézőgépbe. Sem betettem a címkézőgépbe, amivel rakjuk fel a palackra a címkét, érted? Címkéztem 20 és eltört az optoérzékelő a gépbe. Tehát, hogy így <laughs> komolyan mondom. Mi van? <laughs> hát, ez kész vagyok, érted? Van egy ilyen optikai kapu, ami, ér, ami érzékeli a, a címke közöket. És Aha. nem egy nagy vasszizdasz, egy ilyen címke főrakot, tehát piszak egyszerűen. Működik, de, de hogy tudod, és akkor így gondolkozom, maga, de ez most miért? Te <laughs> érted, hogy, hogy teljesül az egyik ilyen nagy vágyad, és akkor de ez most miért? Na mindegy. Mit, ez mit az vétettél? egyik. Igen, mit, mit vétettem? Ez az egyik. A másik pedig, hogy Magyarországon vannak a Bloss liquidek, forgalomba kerültek, és hát most ennek örülünk rettentően, hogy végre sikerült egy, egy én, én, azt, azt mondom, hogy egy felső közép kategóriás igazi likviddel bekerülni a magyar piacra, azért ez nekünk hihetetlen mennyiségű munka, pénz és idegeskedés és Pfú, ezt így nem is tudom semmibe se kifejezni. Tehát ha, valaki azt mondaná, hogy na most, hogy tudom, hogy milyen neki kezdenéke ennek az egésznek, hát lehet, hogy iszonyatos módon elgondolkodnék a, azon, hogy akarom -e én ezt. De, de hát nyilván, ahogy tolod bele a, a, az energiát, a munkát, az időt, a pénzt, úgy van egy pillanat, amikor már nincs visszaút, tehát muszáj. Igen, eléred a lélektani határt. Eléred a, a, lélektani határt, és muszáj. Point of no return, igen. igen. Tehát innen már, innen már nincs visszaút, és komolyan mondom, így elgondolkoztam rajta, hogy egyszer Isten bizony megírom így az emlékírataimat, és bende lesz, hogy mennyi, mennyi fasság jött velünk szembe, de, de, de olyan fasságok, hogy hogy ezt, nincs nincs rá, nem is tudom szó. Hát emlékezzére, amikor a, a olvastuk a, a Magyarországon a nikotinos utántöltő a következő feltételekkel hozható forgalomba, és ott volt, hogy ízesítés nem tartalmazik. Tehát, hogy így innen, innen érted eljutni idáig, hát az apám, komolyan mondom, valami hihetetlen, tehát ez a maratoni, há háton és pillangón úszás világrekordját kell megdönteni szerintem kétszer oda-vissza, hogy hogy ez így, így sikerüljön, vagy összejöjjön. Na mindegy, pff, túl vagyunk rajta, gondolom napokban valamikor megjelennek a, a dohányboltok polcain, és én nyilvánvalóan, tehát még egyszer elmondom, ha valaki nem hallotta volna, de hát nyilvánvalóan nem a, a csúcsfogyasztóknak készült termékekről beszélünk, mert akkor valószínű százmillisbe hoztuk volna a forgalomba de hát azt ugye itthon nem lehet, de én, én így a piacon végig mustrálva a likvideket és a, a, a kínálatot, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon tisztességes és jó minőségű likvidet tettünk le, illetve hát egy likvid családot tettünk le az asztalra. Aztán majd nyilván eldönti a, a piac, hogy ö, ö, tolerálja ezt a kicsivel, de tényleg csak kicsivel drágább, viszont ö, sokkal jobb minőségű ö, cuccot. Úgyhogy ö, ennyi. A medvék meg, hát megosztottam egy jópofa képet, tudod, ez a, ül a, ül a medve az asztal mellett, és akkor mindnek csirke íze van. Tehát most gyakorlatilag így, így állunk. Viszont a román piac pedig én azt gondolom, hogy szinte a várakozásunkon felül teljesít. Ha, ha. ha minden jól megy, már pedig remélem, hogy minden jól megy, most már az utolsó teszteknél tartunk, akkor lesz olyan kezdőkészülékünk, ami nekem iszonyú régóta a szívem vágya. Mégpedig amire no. senki nem figyel oda, hogy a, azt a kurva szopókát ö, letakarja, vagy elfedje, vagy hogy az ne, ne közvetlen a zsebeddel, a kezeddel, a nem tudom én a, az, az utcaporával érintkező sztori legyen, hanem az rejtve maradjon, amikor nem használod, úgy, hogy az ne koszolódjon közben. Ezzel egyet értesz? Ezzel abszolút egyet értek. És végre valahára találtunk egy ilyen készüléket, amit mintha a gondolatainkat valaki olvasta volna, és ráadásul európai partneren keresztül jutunk hozzá, tehát nem direkt a kínai ö, beszállítótól. Ezt csak így zárójelben jegyzem meg, hogy itt, ö, itt mindenkinek ilyen hatalmas tévedés van a fejébe a kínai beszállítókkal kapcsolatban. Tehát ö, ha valaki, oh, hát, ö, ha valaki Kínából rendel, az a Szoporoller hegyek című fejezet. Tehát ugye át kell, hogy jöjjön az, az áru időben Kínából. Na most ez se nem szokott időben átjönni, és sokszor nem is Kínából jön, hanem valamelyik kikötőből és Kínán belül is utaztatják egy csomó helyen. Nem lehet tervezni időt, tehát ha lefogy a készleted, nem tud tervezni, hogy egy hét, két hét, három hét. Aztán ugye a másik ilyen itt Magyarországon nem is annyira, de Romániában igen, a másik ilyen óriási etap az a vám, mert hol így néznek rá, hol úgy néznek rá, hol ennyi, hol amannyi, és a vám bizony képes ráülni akár egy hetet, sőt, hát nekünk volt olyan szállítmányunk, amin három hetet ücsörögtek, és semmit nem csináltak, csak mindig kitaláltak valami papírt, amit bekértek hogy ez még szerintük hiányzik, érted? Ó, oh, édes is a, Borzasztó, és amikor megjön, akkor a, lehet, hogy már nem ugyanolyan, mint az előző, tehát ez, a, ez, ez óriási a kínaiaknál, hogy hát baszki, hát ez is pálcik alakú, nem? Tehát ez, ez nem, nem is olyan milliamper. Hát nem, nem, is az a vastagság, nem is olyan színű. Hát ez nem is az a készülék, bazd meg. Tehát borzasztó nehéz, és sokkal jobb, hogyha van egy európai képviselet. A, ját a garanciáról nem is beszélünk, ugye, és akkor azzal tartod a kapcsolatot, és ő tart raktáron mennyiséget, te meg halálkényelmesen mindig a fogyásodnak megfelelően rendelkez be, nincs vám, nincs késlekedés, tudod, hogy három nap alatt itt van a csomag, egész más a, a fölállás, és ezt nagyon sokan azt gondolják, hogy ó, meg, hát 10 dollár Kínába, berendelem azt, hello, és akkor mindig elfelejtődik a vám, az áfa, a, a, az utánajárás, a 10-ből mit tudom én, 2 rossz, vagy jó esetben százból kettő, de az mondjuk aránylag ritka, és annak a garanciáját, hogy érvényesíted, stb. stb. Úgyhogy pff, nem, nem annyira uh, egyszerű ez a dolog, meg annyira fényes, mint, mint ahogy uh, itt egy-két ember gondolja ezt a, ezt az egész uh, dolgot. Na mindegy, uh, kíváncsi leszek. Uh, most úgy néz ki, hogy leadunk egy előrendelést. Ha megjön, még az is lehet, hogy csinálok róla egy videót, mert nekem rettentően tetszik, és tudod így lepattintod a kupakot, amin eleve van egy ilyen átfűző lyuk, mint a telefonokon volt régen. Aha. Tehát nyakba akasztható a sztori, lepattintod, és ugye vagy a nyakadba marad, vagy hogyha nem nyakba akasztósként viszed, akkor azt, amit a tetéről lepattint, az fölpattintod az aljára. Tehát ilyen kvázi, nem, nem, nem kell vele foglalkozni, mert fölpattintod, használod, Aha. utána visszateszed a, a tetejére. És ez nekem rettentően tetszik és igazából nem nem sok két nem azt mondom, hogy nincs ilyen készülék, vagy nem volt ilyen készülék a piacon, de ez valahogy így elfelejtődött a, az idők során. Na hát nekünk ennyi volt, a, vagy nekem ennyi volt a, a heti szagám, amiből lehet, nekem hogy lehet Na, ez, ez gondolta, tehát én annyira, én annyira, tudtam, hogy ez így lesz. Igen? Nem, a, a, a zseppiszokról, a szopóka és a zseppiszok sztoriról ugrott be, a, a mai élményem egyébként, kiidegelt a, a Telekom. É, de még az jutott eszembe, hogy én mindig bajba vagyok, mióta az, a, az legutolsó május 20 óta bárki új elceg is kérdezi tőlem, hogy hol tud normálisan dohányboltban likvidhez hozzájutni, gyakorlatilag nem tudok neki egy adekvát értelmes választ adni. Úgyhogy most, hogy lesz bloss, majd, majd kérlek ahas be, hogy hol vannak stabil lelőhelyek, és akkor okay. legalább el tudom mondani. Majd A, népezik, bár, bár hogy ugye, mint hogy tudjuk, tisztalni. ez ez már önmagában egy tiltott kategória. Tehát nem is értem, komolyan mondom, hogy hogy egy piacon mi, tehát bemész egy, 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 egy liquid amit most ugye trafiknak kell csúfolni, e, és a jobbaknál ott el van különítve ez az egész elcigarettás történet. Bemész egy ilyen helyre, és az a szóróanyag, amit én mondjuk oda küldök a trafikosnak, hogy tudja, hogy milyen ízű, milyen összetételű, mit kell róla tudni, hogyan kell ajánlani, stb., az nem adható a vásárló kezébe. Ez agyrém, hihetetlen. Érted? Tehát föl mi, mit csinálsz? Távolról fölolvasod neki <laughs> hát ne, Tehát egyszerűen, egyszerűen az eszem megáll, mert hogy tehát nem tudom, hogy mit, mit képzelnek, hogy egy piac az hogy működik? Mint hogyha, ha, ugye, besorolták. Ez dohánytermék ugye ezen mi elég sokat vitatkozunk, de besorolták a dohánytermékek közé, és minden ilyen fasság szabályzat, ez érvényes rá. Egyébként azt csak így zárójában jegyzem meg, hogy én, én ezzel például a dohánytermékeknél sem értek egyet, és most már az sincs, ugye, föltüntetve a kurva cigarettán, hogy mennyi nikotint tartalmaz. Csak így sugalni lehet, meg így belemondják a nagyvilágban, hogy jaj, hát az, figyelj, az ilyen világosabb színű doboz, az valószínű gyöngép, De mi van, ha nem? Érted. Tehát, hogy hát neked, hú, mint hú. fogyasztónak, oké, okay, hogy te ö, rossz dolgot csinálsz, de neked, mint fogyasztónak azért vannak jogait, tehát, hogy így föl legyél már világosítva érted legalább ilyen alapvető dolgokról. De nem, nem. Tehát neked ehhez sincs jogod, ha a nikotint fogyasztasz, és ebből a szempontból tök mindegy, hogy elikvidből veszed magadhoz a nikotint, vagy vágott dohányból. hihetetlenek. Na, de hát uh, van nekünk egy uh, halvány Jaj, remény A sztorim, A, storym, a igen. <laughs> a stori. Az történt a zseppiszok két és fél év leforgása alatt a fülhallgató jack csatlakozónak az alján, így szépen elkezdett gyűlni ez a kis szöszmeszek az ember zsebéből. És azon vettem észre magam minap, hogy nem tudom bedugni a fülhallgatómat, illetve csak addig tudom bedugni, hogy a fele szól. És mondom, basszus, hát ez nem igaz, most ezért fogok új telefont venni itt a vége. Próbáltam kipiszkálni, nem sikerült, csak még rosszabb lett. Mondom, jó van, oké, eljött az idő. Már úgyis valamikor a nyár elején járt le a, két évem, és már szívta a véremet, mint a pióca a Telekom, hogy ó, oh, vegyél új telefon, na, na, tök jó működik a telefonom, adjatok már békén. lényeg a lényeg, hogy eljött az a pillanat, hogy elgondolkozok rajta, hogy akkor oké, okay, legyen egy új telefonom. Felépek a kis Telekom online felületre, Ó, mondom, jó, van, van lejárt számlám, akkor már erre járok, befizetem. És volt még egy október is itt, még itt az utazás környékén egy kicsit ö, kaotikusak voltak a dolgok, úgyhogy még valami októberi számlám is volt itt. Befizettem szépen, akkurátusan, elkezdtem nézegetni a készülékeket, és mondom, jó, van, igazából nincs olyan, amit szeretnék, de hogy ki tudok egyezni magammal egy ilyen Huawei P10-zel. És már hogy borzalmasan nem tudom, hogy mi a fene történt ezekkel a mobil szolgáltatókkal, de hogy a, a, néhány évvel ezelőtti állapotokhoz képest, amikor így gyakorlatilag ilyen teljel mézzel folyó kánoán volt a telefon illetően, gyakorlatilag ilyen teljes pusztulat van. És nagy örömmel találtam egy ilyen kis Huawei P10-et. Bemegyek, megnézegetem, hogy a meglévő előfizetésemmel mennyi lenne, és egy ilyen borzasztó ócsmány sárga felirat, apróbetű sárga felirat fogad ott, hogy számlatartozása miatt nem, e, hogy hívják, nem áll rendelkezésre a készülékváltás lehetősége, de hívhatom ezt a nem tudom én milyen számot, hogy további információkhoz jussak, hogy bér is nem. Olyan bérges lettem basszus, hogy lassan 20 éve, sőt, már lehet, hogy vagyok is, nem, 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 még nem vagyok 20 éve Telekom előfizető, de gyakorlatilag így a leghűségesebb ügyfelek egyike vagyok, amikor volt ez a számhordozás, még bármennyire jó ajánlatokkal találtak meg az egyéb mobil szolgáltatók, nem érdeket, nem jó, én elégedett, elégedett vagyok a tével, nem fogok szolgáltatót váltani, tehát baromi régóta lassan 20 éve T előfizető vagyok, és azért ilyen nem szokott gyakran előfordulni velem ez, hogy kések a számláim befizetésével, és erre így, 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 arcú csapnak egy ilyennel, amikor Ofán épp telefont vernek. venni. Konkrétan, pofán vernek. De hát tényleg, az anyátok mindenét, tudjátok mit? Nekiállok, még egyszer megpróbálom kipucolni ezt a Roar Jack csatlakozót. Annyira fölmérgesítettek, hogy így nem hagytam abba. Addig piszkáltam, addig piszkáltam, ami kijött, és tökéletesen működik a fülhallgatóm, tökéletesen működik a telefonom. Úgyhogy ezúton is gratulálok a Magyar Telekom zseniális ügyfélkezelésének, amit most így ma megmutattak, megvalósítottak az én irányomban. Egy darabig nem veszek náluk telefon. Majd visszatérünk rá a Huawei P12 korszakába. Meg. De... Ezt, ezt szerettem volna még elmesélni. Na de hát ha nem, tehát nem ennyire reménytelen a, a helyzet szerintem, Krisztián, mert most ezt a Huawei p 10 én nem tudom, mennyit fizettél volna érte, nézted? Ő valamilyen online vásárlós kedvezménnyel, nem tudom én mivel, ilyen 80 balány ezer lett volna, a, amennyire hozzám vágják. Aha. De azt gondolom, ilyen számlacsomag függő is. Hogy még egyszer kicsit... Gondolom, hogy számlacsomag függő is hogy melyik előfizetéssel Milyen nagy kapsz, igen igen, kerül, igen, igen, Mert az szokott lenni, hogy, hogy minél drágább előfizetésed van, annál annál kedvezményt kapsz. Kedvezményesebb. Milyen, minél előfizetésem van, mert piros betűs ünnepnapokon használom csak a telefonomat telefonálásra. Ugye. <laughs> És állandóan Wi-Fi mellett is vagyok, úgyhogy... Nem baj, majd egyszer rábeszélek, hogy vegyél telefont, tehát mondjuk egy Xiaomi-t. Egy xiaomi -t, gondolom. Igen, hát nyilván. És most az Marha most most a... vannak egyébként a mi meg a mi kettőt, és volt valami, ami nekem nem tetszett, de már elfelejtettem, hogy miért, így meg, megolvastam, hogy abba sincsen három és feles Jack a mi kettőbe talán, vagy valami ilyesmi van. Ha jól emlékszem, uh, akkor az rettentette engem. Szerintem pont, pont kint voltál, amikor mondtam, hogy kijött a mi egy a. Ez a, a, nem tudom mennyire vagy vele tisztában, van egy ilyen, ilyen mozgalom, ez a tiszta szoftver, a telefonra. Uh -huh. Erről hallottál? Nem, csak alacékeztem, amit mondasz, hogy igen. Folytasd Tehát, Hát az a lényege, hogy egy stock Androidból a legfrissebbet rakják föl, és kötelezik magukat, hogy azt mindig frissítik. És képzeld a. el, hogy a Xiaomi-nak, akinek a, a ugye a felülete miatt veszed meg a telefonját, és az árérték arány miatt kijött olyan telefonja, amin nem mi új felület van, hanem egy stock Android. Wow. És hihetetlen jó árba van, tehát ilyen egy néhány ezer forint körül, dupla kamerás, hátul, és uh, ilyen nem is tudom, négy, négy vagy hat gigarom van benne, tehát valami nagyon brutál uh, vas nyilván azért a pénzért, tehát azért ettől vannak erősebbek, de hogy hihetetlen, tehát így még én is elkezdtem rajta gondolkozni, de most már láttam uh, fönn szájtokon, hogy azért meghekkelték rá a a MIUI-t. Hát Miui. Hogy néz az kérdet, hogy egy Xiaomi telefonban nincs MIUI? És azt hiszem, hogy ö, hivatalosan is elérhető rá. Tehát, hogyha akarod, akkor le tudod cserélni a, Aha. a stock Androidot, de tudom, hogy te ilyen nagy stock Android rajongó vagy, és akkor ö, ezt így, de pont kint voltál szerintem Indiában, amikor ezt feszegettem, hogy mi, mi a a helyzet. Na, az most úgyis nyakunkon a Black friday majd megnézegetem, mi van ezzel, de most, hogy így megjavult a, a Jack csatlakozó, <laughs> így igazából te most pedig... Charlie, innen üzenem, marad, paszki az a kurva homályos kamerája. Marad, érted? Pedig már, pedig már így a, a... Nem is tudom, tehát így, ahogy elkezdted mesélni ezt a sztorit, mondom, van Isten. Van Isten, lesz a Krisztiánnak éles képe a Facebookon. De nincs, tehát... Ez is egyébként, tehát az összes hívőnek üzenem innen, hogy itt az egzak bizonyíték a Isten nem létének, Krisztiánnak marad a telefonja. De hát mindegy. Ez borzalmas. Ja, mondasz valamit, mert körbenézek majd. Ez igazat megval egy kicsit már pont, én két éves lett a, a hulványám, É, amikor két éves lett, pont akkor gondolkoztam rajta, hogy na végre egy telefonbasszus, ami másfél év után nem kezd el fölmondani a szolgálatot, nem lassul érezhetően, nem kezd minden eresztékéből üvölteni felém, hogy készülékcsere, 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 minden más, ami volt előtte, a HTC-től kezdve az összes ilyen jószág, az mindig kész, így, így szépen így elfáradt és föladta másfél, maximum két év magasságában, és itt volt a kezemben egy két éves telefon, és kifogáslanul működött, és mondom, na hát basszus, le a kalappal a Huawei előtt, végre egy normális készülékgyártó, ezt az állapotát még fél évig őrizte meg egyébként, és akkor utána elkezdett Elkezdett rettenetesen elfáradni szegénykém ez is, mindegy. Mondasz valamit ezzel a kamerával, mert most már, már, már nem csak ti. De most már más is megjegyezte. Igen, hát most az... már más is megjegyezte, hogy kezdhetnék valamit ezzel a problémával, mert ez gáz. Hát vagy csak szelfiket csinálja az előlapi, az működik rendesen. Igen, csak kisebb a felbontása. Hát ennyi, ennyi. Nagy, nagy dolog. Na viszont, hát ezután a rossz hír után, hogy marad a régi telefonod. Szeretnénk, már most nem tudom, hagyatszóra fűzek át. Most már csönbe fogok maradni. Következő, következő téma, de hogy van jó hírünk is, ezt szerettem volna mondani. Van nekünk egy hihetetlenül, hogy is mondják ezt, Uh, Reprezentatívnak még azért nem mondanánk, de hogy egy Magy Magyarország is beszállt az e-cigaretta tudományos kutatásába. Ugye két folyó uh, kutatás is van, az egyik az a Pécsi uh, Fogászati Klinikának a, az e-cigarettával kapcsolatos. A szemmelvezre gondolsz? Igen. Az, ja, az ja. nem Pécs? Hát a maguk a kutatások azok Budapesten voltak. Igen, nem tudom lehet, miért. Er, Eredendően. De nem tudom miért, ég, miért ég, maradt meg bennem Pécs. Semmelve. Akkor okay, ne, ak Nekem velész, nem Pécs az első, ami eszembe jut. De valamiért összekötöttem pécs de nem tudom mi. Oké, okay, akkor a, ez, ez a. Ez a Pécsi Szál. Ez a Pécsi Szál. Uh, és majd ebből lesznek az összeesküvés elméletek. Tehát van egyszer egy, egy szájhigén és kutatás, és ugye a, van a debreceni, a debreceni kutatás, ami ugye azért érdekes, mert, mert hogy a tüdő az a, a legnagyobb felület, ami találkozik a, az elcigaretta párájával. És hogy ez nem maradt abba, hanem folytatódik, és ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hír, hogy nem kell dohányozni a következő etaphoz. És mi nagyon bízunk benne egyébként, hogy hogy több lesz a jelentkező, mint a, a dohányos szakaszra vagy etapra. Ahogy Charlie mondaná, vagy mondta volt, hogy most már dohányozni se kell, most már végképp nem lehet kifogás senkinek. Igen, igen, igen. Úgyhogy engem is beírt Charlie, tehát így föl, fölhívott azonnal, hogy nagyjából ez volt a reakciója, és hogy akkor beír. Hát mondom, írjá, tehát semmi gond, csak ugye majd azt kell figyelembe venni mindenféle lelkesedésem ellenére, hogy én romániai adószámmal rendelkezem, meg romániai lakcímmel, és én Romániában élek konkrétan a magyar állam szemszögéből. Tehát én egy ilyen, minek hívják ezt, várja megélhetési migráns vagyok Romániában. Gazdasági kivándorló. Gazdasági kivándorló, érted? Rá, ráadásul az egészségügyi tárca üldözött el annak idején, és és nem tudom, hogy ezt a, a magyar TB terhére így nem lehet megtenni, de hogyha ez nem a TB terhére megy, akkor természetesen engem szúrhatnak, döfhetnek. Én vérlaboron edzőttem, tehát abszolút benne vagyok a, a storiba. Aki pedig ilyen tűallergiás, annak csak azt tudom ajánlani, hogy ha oda kerül a vérvétel, akkor szóljon, hogy a vastagabb tűvel szúrják meg. Ugyanis mindenféle uh, ilyen híresztelés ellenére a vastagabb tűvel nem fáj. Hagyom egy picit ezt az információt uh, keringeni a, a fejedbe. Mert nyilvánvalóan te is azt szokod mondani, hogy ez hülyeség, de nem. Én már rengeteg vérvételen estem át, és ilyen, nem is tudom, tehát a, a vérlaborokban azt gondolják, hogy hogyha téged vékony tűvel szúrnak meg, az neked nem fáj annyira. Szerintem sokkal jobban fáj. Mintha vastagtűvel ö, szúrnak meg. Ráadásul ugye a vékonytűben tűben ö, roncsolódik a, a vérlemez, a vastagtűben nem. A vastagtűbe folyik rendesen a véred, a vékonyba nem. Tehát ez a szárnyas gyerektű, mert hogy te, nem tudom én ilyen VIP- Beteg vagy a laborba, ez nem fasz a történet. Mindenki törekedjen arra, hogy normális szérumos tűvel szúrják, ne a, a szárnyas gyerektűvel, mert az borzasztóan tud fájni. Ennyi. Hát, nekem soha nem volt problémám a vérvétellel, úgyhogy igazából egyik se fájt nem tudom, hogy kicsivel, nagyjal vettek vagy ilyesmi, de most ugye India miatt igazából. Mint a tűpárna, úgy néztünk ki a, a védőoltások beadása után kingába. Úgyhogy é, 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 nekem ezzel nincsen probléma. És ugye alapvetően ez a kör, ez meg arról szólna, hogy ö, különféle erőségű ö, utántöltőket kellene fogyasztani, és akkor ennek a különféle lehetséges hatásait kívánják ö, megvizslatni. Úgyhogy kalandra fel, kedves gőzlértársak! Most már nem kell dohányozni senkinek, nem kell a kis gyönyörű rózsaszín tüktik tüdőnket beáldozni a tudomány oltárán, és jókat is lehet enni Debrecenben. Úgyhogy Remélem tényleg, minél többen elmegyünk, és megtoljuk egy kicsit galuska professzoréknak a, az újabb kör. Így van, kerekét. Ö, ha úgy adódik, akkor én még azt is bevállalom, hogy nyilván minket akkor összekéne szervezni egy brigádba, de ha úgy adódik, még azt is bevállalom, hogy ö, otthon, otthon, tehát ott már így beszélek, tehát hogy medvelent leegyeztetem, és akkor a, a, céges kis busszal jövök el, az kilenc személyes, és akkor azzal megyünk Budapestről, Ó. Debrecenbe, és Most nyilvánvaló... Hát nyilvánvaló ez egy jó, jó buli, meg klasszú lehet közben beszélgetni, illetve egy nagyon jó ilyen roadcast lehet ebből A, kihozni. Roadcast. Sőt, tovább megyek, még durvább, ha addig nem ejtjük szerét, akkor egy füst alatt megejthetjük az indiai likvid tesztet is. Ú, de durva, de durva, de durva, de durva. Na, az, az úgy, úgy szerintem eléggé ütne. És akkor képzeld el, hogy úgy érkezhetnénk meg, mint, mint Orbán Viktor. Azért az, na, érted. Na miért? Hát mert az is T5-össel T5 jár, és elektromos ajtó van a T5-ösön. Tehát majd figyeld a meg, beáll a Volkswagen Transporter 5-ös. Beáll a, az autó, és így Transpo ma... De Magától nyílik. Orbán or... Viktor egy hogy hívják, a kis minifurgonnal közlekedik? Persze. Mi Minibusszal, persze. Nem fér be máshova az arca, vagy? <laughs> Nem tudom, tehát ezt így majd az azonnali kérdések órájában légy szíves. <laughs> Föltenni neki, csak uh, én tehát én figyeltem ezeket a vágóképeket tudod, hogy bejön valami nyilván nem figyelet, hogy mi és így azonnal így megy félre az ajtó és már pattan is ki a, a kocsiból és amikor megláttam a, a kis buszt, akkor jöttem rá hogy hát hú bakker, hát Viktor ilyennel megy, hát tudod így megnyomsz egy gombot és így kinyílik az ajtó és már pattanhatsz is ki a a dologból. Tehát ugye mert nekem a tolóajtó az még mindig ezek a ezek az hihetetlen, hogy megfogod, és akkor ilyen egy másfél métert rántasz rajta, és úgy kell bevágni a, a helyére. Na, ja. ezt nem. Tehát ez így kiemelkedik, visszamegy, becsukódik, mint a repülőgép ajtó nagyon. Ó, majdnem, mint egy Lamborghini. Igen, igen, igen. Na Visszatérve a, a Debreceni kutatásra, tehát itt, ahogy mondtad, nikotin szintet fognak mérni, ezt ugye vérből a, a kotinin szint kimutatásával lehet mérni. Ráadásul ez Ami olyan. A nikotin bomlás terméke a szervezetben. Így emből. van, ráadásul ez olyan, hogy a, ilyen összeadós értéke van. Tehát, ha valaki több százzigit vagy több likvidet fogyaszt, akkor ennek a szintje magasabb és sokáig magasabb maradt, Tehát nem úgy van, hogy lebomlik, mint a nikotin, ugye kettő óra felezési ideje a szervezetben a nikotinnak, hanem ez akkor tovább magas marad, és le, bizonyítani lehet ezzel egyébként. Én úgy tudom, hogy Amerikában még az iskolásokat is tesztelték kotinin e, szintre, mert onnan tudták, hogy ki az, aki bagúzik, és ki az, aki nem. Tehát hiába most aki a száját, tudod, meg ezé, húsz 20 és akkor lehelyre, ez nem működik, mert e, ha ezt nézik, akkor tudják, hogy ha három nappal ezelőtt hagytad abba, akkor is látszik a dohányzása. Erről. Igen? Fejezd be, kérlek csak. ez erről eszembe jutott a, a, a az ezer éves süsüs a lehely rámról. Az, meg megvan? Nem. Süsü bepián a haverjaival, és kicsit pityókásan megy haza, és reméli, hogy a, a királyfi nem fog rájönni. De a királyfi résem van, és Süsü késtél. Süsü, itt áll? Na lehetsz akrám? Erről, erről meg nekem egy másik régi vicc jut az eszembe, hogy fickó iszik a kocsmába, mellé ül egy másik űrge. Iszogatnak, azt mondja egyszer csak a a, az, aki oda hozzá, azt mondja, na gyere, fölmegyünk a tetőre, megpróbálunk repülni. <kül> Egyszer csak nagy izé, a puf, visszajön a másik fickó, leül, megint kinéz magának egy részeget, odaül mellé, iszogatnak, gyere, megpróbálunk repülni. Fölmennek, Á, puff! visszajön a fickó a kocsmába, azt mondja neki a csapos, Batman, Batman, bazd meg, ma megint be vagy, baszva. <kül> Oh, Istenem. nekem meg eszembe jutott egy másik, de most már nem kínzom a hallgatóságot. <laughs> Rosszabbnál rosszabb vicceinkkel. Igen. Úgyhogy nem mondom Na, akkor ö, ezt fedje örök titok ezt a dolgot. Hanem, képzeld el, találtam egy rettentően érdekes filmet. Én is. De mit találtál? Hét nővér. Ez nem a Csehov. Mondd féle ez neked valamit? valami? akkor? Ez nem. Ez nem a Csehov. Féle hét nővér. Ez egy borzasztóan érdekes sztori. A nem olyan távoli jövőbe 2070-ben túlnépesedik a föld. Uh, mint ahogy ez egyébként uh, aránylag jól, jól megjósolható. Jaj, hétnő vér édes Istenem, hogy száradna el a nem tudom én milyen a magyar filmcím kitalálóknak. Ezt én láttam, és az eredeti címe az a What Happened to Monday. Oké, okay, megvan, megvan. Láttad? Én láttam, igen. Mert én még nem. Tehát, uh, de az hogy a, azért a, a sztorit sto így egy picit csak hogy fölkeltsük az érdeklődést. Tehát ez 2070-ben túlnépesedik a föld, és igen komoly és kemény születésszabályozást vezetnek be, csak egykék lehetnek. De ugye a, a mindenféle ilyen hormonkezelt élelmiszerek, meg egyebek miatt rengeteg az ikerszülés. És az ikrekből egyet hagynak, meg a többit azt elviszik valahová, ahol az elmondások szerint lefagyasztják a gyerekeket, és majd, ha jobb lesz a helyzet, akkor fölélesztik őket, mert ez gondolom egyenlő a halála. És az egyik itt nőnek... Nem kell nekem mondanom semmit, elszpoilerezed itt magadnak a filmet. <laughs> nem spoiler, hát ez, ez, ez csak az a keret És az egyik nőnek születik egy hetes ikre, hét lány és uh, úgy próbálja ne, nem kapja odalni. meg rá a nagycsaládos támogatást hogy mondod? nem kapja meg rá a családos támogatást úgy, úgy próbálja meg eltitkolni ezt a hét gyereket hogy minden nap másik gyerek megy az iskolába meg ki az emberek közé és mindig aki kimegy azután elmondja hogy mi történt vele, hogy holnap aki megy az ne érje meglepetés, hogy e, hello tegnap mi volt meg hogy volt és mindig egy gyerek van kint. És azt hiszem, hogy a filmben az az izgalmas fordulat, hogy és eltűnik hétfő. <laughs> Na, szerinted jó hétfő volt a... -e? Hétfő nem megy haza. Hétfő nem megy haza. Szerinted jó volt -e a film? Szerintem jó volt a film. A ilyen nagy hollywoodi bigyót nem érdemes tőle várni, de negatív utópiának, mert nem is az, erről szól a sztori egyébként, vagy nem is olyan típusú a sztori, szerintem jó volt. Voltak benne elég erős jelenetek, mármint olyan szempontból, hogy ilyen dramaturgiailag erős jelenetek, és, és én nagyon szeretem az ilyen negatív utópiákat, mert egy csomó jó dolgon, meg kevésbé jó dolgon el lehet gondolkodni miközben nézi az ember, így gondolatébresztőnek, meg gondolatindítónak nagyon jó. Nekem tetszett, nekem tetszett a cucc. Én nem láttam még, tehát ö, ö, szeretném, hogyha ha, majd moziban, mert hogy állítólag ez a, a Netflixnek a produkciója, tehát nem egy nagy költségvetésű film, ezért aztán nem is lehet egy ilyen hollywoodi látványvilágot várni tőle. Hát az egy érdekesség egyébként például, hogy az egyik főszereplő Glenn Close. Tehát mondjuk, mondjuk egy Glenn Close megszereztek. Meg, 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 de hogy ez nálunk moziba, mozi, tehát a Netflix akkor te ezek szerint úgy láthattad helye közvegy a Netflixen keresztül. De Kivettem a TK-ból, igen. De, 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 nálunk mozi forgalmazásba uh, fog megjelenni, és mondjuk én, én, egy ilyen filmet azért szeretek moziba megnézni. Tehát ha én science fiction -t, uh, nézek, akkor ezt a 2000 forintot kér nem sajnálom. Rá persze az sokkal több, mert bemész, veszel egy kis ezt, azt, nyilván nem egy. Nacsosz, kötelező nacsosz kötelező nagy és társai, nyilván nem uh, egyedül de, de akkor is, tehát uh, jó a... a meg más, tehát egy moziba azért bakker, és volt olyan film, amit én először láttam valami kamerás fölvételen, és utána elmentem a, a moziba, és megnéztem. Mert uh, Nyilván láttam, hogy ez a kamerás storyból, hogy ez egy jó film, és egy érdemes elmentél. Tessék, egy ilyen, egy ilyen speciális trailert néztél igazából, és még mondják azt a, a filmforgalmazók, hogy a kalózkodás megöli a mozit. Azt te Nem, tehát tényleg, hogyha. Ha élményre vágysz, akkor elmész egy film színházban. Hát, ez most milyen lett volna a Billion Lives kapcsán, ha beültünk volna és egy Yunosz tévén végignézzük, hát nem? Hát igen. <laughs> Azért az, az nem az a, a helyzet. Na, uh, ha már uh, ha már mozi, akkor uh, akkor nekem ö, van még egy ö, ö, filmélményem, ami bennem ilyen, ilyen feles ö, érzéseket keltett, és ö, azért mondom, hogy hamár mozi, mert hogy a, egyrészt az HBO-gón kódolatlan, ö, nem is tudom mi van, hónap talán. Az HBO-gón egész pontosan. Hm. Tudom, hogy tudom, hogy te ilyen helyekre nem jársz, de én előfizető vagyok. Nekünk nem, nem jön kábel a tévébe, úgyhogy... De ez nem de kábel. Jön, jön kábel, csak úgy Ez nem el. kábel, ez internet. Az HBO ja, Go, ja, az ja, HBO ja, ja. Go internet. Ö, és ö, volt egy science fiction tavaly, ami, ami ilyen, mondom, ilyen kicsit ambivalens érzéseket keltett bennem. Én nagyon vártam. Ez a páncélbazárt szellem. Ö, igen, láttam. Oké, okay, megvan, és most az HBO góra fölkerült, tehát elérhető és kódolatlan. Én azt hiszem, hogy hónap van, de ha nem az van, akkor ne rajtam kérjétek számon. Tehát mindenki meg tudja nézni az HBO gón, és pff, szerintem egy érdekes film, de én, én többet vártam tőle. Basszus nem tudom te hát figyelj sokadik bőr arról a sztoriról igazából hogy én ezeket egy ideje ezeket a gózt indus eleket nem a sztoriért nézem hanem a, a, az animáció minőségéért meg ilyesmi meg meg a világ meg a képi világ amit amit csinálnak nekem tetszett és érdekessége hogy mielőtt bárki kavicsokkal kezdene a dobálni, hogyha nincs HBO góm akkor ho hogyan néztem meg? Teljesen, teljesen legálisan néztem meg a Turkish Airlines-on delhi felé menet. Ott volt a nézhető filmek között, a premier filmek között. Majd figyeljétek meg, hogy Krisztián ezután bármilyen filmet lát, azt mind a Turkish Airlines-on nézte meg. Igen. Ez ennyi. Te filmet akarsz nézni moziba, mész? Én filmet akarok nézni repülőre. Repülőre Oké. Okay. Szerintem jó volt, tehát így tényleg a, a képvilágból jó depressziós is volt, mint általában a Ghost in the szóval nekem nem volt csalódás semmilyen szinten a, korábbiakhoz képest. Nyilván nem egy Oscar díjas valami, ha csak nem a technológia meg ilyenek miatt, de hogy a sztória annyira nem, de jó, jó, elment. Zsömléve. És neked milyen film élményed van? Amiről te szerettél volna. Volt nekem nem. Jaj, de igen, igen, igen. Mondtuk, igen. Egészen igen. más egészen más stílus, dokumentumfilm. Török dokumentumfilm. Az a címe, hogy Kedi, és az isztambuli utcamacskákról szól. Jaj, és... te ezt annyira, tehát mikor elkezdted mondani, hogy Kedi és Isztambul, na, ez tuti valami állatos film lesz. Okay. És bizony, bizony, az, és dokumentumfilm, és a, annyit kell tudni róla nagyjából, hogy ö, Isztambulban elképesztő mennyiségű macska él az utcán, és nem olyan sanyarú körülmények között, mint itt nálunk. Tehát, hogy így a az utcamacska, az szerencsétlen, megfagy satöbbi stb. hasonló történetek, hanem hogy így teljesen természetes az ottaniaknak tartozik az életükhöz, hogy, hogy gondozzák, szeretgetik, etetgetik ezeket az utcamacskákat, és nem akarok spoilerezni, úgyhogy nem is nagyon mondok többet, de hogy gyakorlatilag erről szól azokról az emberekről, akik, akik szeretik ezeket a cicákat, foglalkoznak velük meg. 5-6-7 prominens utca cicáról, Isztambulból. Egy nagyon, nagyon aranyos, nagyon klassz kis dokumentumfilm. Ez az én filmélményem. És egy, még egy kicsit. Igen. Mondjad csak. Mondjad te, mert én közben ezt beírom a shownozba. Jó, ö, nem csak egy jó hírünk van igazából, hanem van egy bónusz jó hírünk, ez múlt hét pénteken történt, akkor ö, debütált Polóza professzor fű alatt készített ö, kutatásának a, a beszámolója, és a Polóza professzor neve gondolom nem aki mondottan ismeretlen az elektromos cigaretta kutatását követők előtt. Ö, Polóza professzor Három és fél éven keresztül követték a kutatás keretén belül: követtek néhány fiatal, korábban sosem dohányzó, de rendszeresen elektromos cigarettát használó emberkét, és vizsgálták őket mindenféle egészségügyi szempontból, hogy ők, akiknek az esetében ugye semmiféle dohányzásnak betudható egészségügyi elváltozást vagy, vagy károkozást nem lehet betudni, náluk mi a fenét okoz az elektromos cigaretta használat, és három, év, három és fél év azért nem egy rövid idő, hogy ebből esetleg lehessen következtetni, amit előszeretettel pufogtat minden egészségügyi, közegészségügyi luddita, hogy nem ismertek a hosszú távú hatásai. És baromi érdekes eredménnyel zárult ez a, a kutatás, ugyanis azt sikerült megállapítani, hogy semmiféle tüdőfunkcióban fellépő károsodást, semmiféle légzésszervi szervi szimptomát, semmiféle tüdő belüli ö, gyulladásos ö, tünetet, vagy bármiféle tüdőkárosodást nem lehetett kimutatni ezekben az elektromos szigoretta használókban még a legaktívabb elektromos cigaretta használókban sem, és továbbá semmiféle változás nem lehetett, sem a ö, vérnyomásukban, sem pedig a mi a másik pulzusukban, tehát a szívritmusukban fölfedezni. Gyakorlatilag ezek a három és fél éve aktívan elektromos cigarettázók korábban sosem dohányzó ö, fiatal, nem tudom, hogy hölgyeke is, de minden esetre ö, fiatal emberek. Nem jó, mert a fiatal ember az implikálja, hogy ö, férfi emberről van szó. Tehát ö, a kísérletben oh, résztvevő fiatal, fiatalkorúak, fi, fiatal nem, humanoidok. Nem fiatalkorúak, humanoidok, igen, Fiatal felnőttek, na ez az, igen. A kísérletben résztvevő, a kutatásban résztvevő fiatal felnőttek gyakorlatilag teljesen megkülönböztethetetlenek azoktól, ö, akik. Egyáltalán nem elcigarettáznak, és egyáltalán nem is dohányoztak. Soha. Ez nagyon jó hír. Azt gondolom. Ezek a kutatások... Nem, nem, Bocsánat. Már rosszul indítottam. Hallgattam a héten egy... Nem egy, több előadást. Az egyik, az egy ateista előadása volt, aki, aki az Isten hit és a, a föld, és az élet, és a, a nem tudom én minek a, az összefüggéseiről beszélt, a másik pedig azt elő fogom keríteni a forrást, mert valahonnan letöltöttem, és nagyon érdekes. Az pedig pont a gyógyszerkutatásokkal foglalkozik, illetve a gyógyszercégeknek a, a kis félrelépéseivel. És ott két előadó számol be ezekről a, a gyógyszerrel kapcsolatos botrányokról. Mind a ketten a szakmában dolgoznak, tehát mind a ketten gyógyszerkutatók, és ott rémérdekeseket mondanak az ilyen hatástanulmányokról, meg vizsgálatokról. Na. Ugyanis nagyon sokszor az van, hogy az egyetem, tehát a gyógyszercégek megpróbálnak úgynevezett nem tőlük függő ö, tudományos munkatársaktól begyűjteni ö, olyan anyagokat, amelyek az adott hatóanyag mellett ö, teszik le a voksot. De hát ez ugye tudjuk, hogy ö, aránylag eléggé, ö, hogy is mondjam, kritikus terület, mert ezért ugye ők pénzt fizetnek, akinek meg kell a pénz, az valószínű, hogy megcsinálja, de nem biztos, hogy úgy, ahogy kéne, és már ugye egyfajta prekoncepcióval indul neki a, az egésznek, és erre rettentő sok példát hoznak. De az volt az érdekes az egészben, hogy ez nem azt jelenti önmagában, hogy minden ö, hogy is mondta a fickó, nagyon tetszett, hogy minden big forma az, az bad forma is, hanem hogy ez ugyanolyan emberi hibákra, illetve ugye a menedzsmentnek a, a pénzügyi szemléletére és egy csomó ilyen dologra vezethető vissza. És azzal kezdte egyébként a, az előadását, és ez így elgondolkoztatott, hogy minden gyógyszernek van mellékhatása. Tehát olyan gyógyszer nem létezik, aminek nincs mellékhatása. Mindegyiknek van. Tehát ez egy ilyen, ilyen tévhit, hogy van olyan gyógyszer, aminek mindegyiknek van. Aztán a, a, a másik az, hogy egyszerűen nem lehet ö, megtesztelni a mellékhatásokat úgy, hogy tudod, olyan embereken tesztelnek, akik azt az egyféle gyógyszert szedik. És nyilvánvaló csomó dolgot tudnak a vegyületről, kizárják az úgynevezett kereszthatású vegyületeket, na de ezen kívül, hát hogy, hol tudsz olyan homogén tesztkörnyezetet felállítani, ahol, ahol mindenre teszteled? Hogyha ezt paradicsommal veszi be, ha kalmopirinnel együtt szedi, ha pocogás nem után, pocogás után ha, tehát lehetetlen, lehetetlen. Nem beszélve a szervezetben uh... lévő saját szervezet által termelt vegyületekről, tehát Stressz hatás alatt kialvatlanul, tehát é, tényleg vé, végtelen a lista. Vég, végtelen Nem, 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 nem lehet uh, jól tesztelni, és uh, erre mondta azt, hogy hát van egy standard, amit a, a gyógyszerész szakma elfogadott, és azon a klinikai standarden átmegy, és már ott lehetnek borzasztó félresiklások. És amikor kijön egy ilyen gyógyszer, és elkezdenek vizsgálódni a hosszú távú hatásoknál, ugye, erőjutott jutott eszembe, akkor akkor a menedzsment az, aki elkezdi lefeszíteni ezt a történetet. Á, nem biztos, hogy az, nem izé, és minél tovább próbálja ugye kintartani a piacon az adott gyógyszert, pedig már gyűlnek a bizonyítékok, hogy itt valami nagy gáz van. Érted? És nagyon sok ilyen, uh, ilyen sztorit, hát nem, hogy nagyon sok, azt hiszem három, három ilyen nagy, uh, sztorival mutatták be ezeket ilyen példákon keresztül, hogy bizony-bizony tartotta az adott gyógyszergyár menedzsmentje ezt a terméket a piacon, Öt, öt, évig, tehát megtudták, hogy baj van vele, és még öt év után ö, ott volt, és ilyen ellenpropagandát folytattak, hogy de az, az aki kutatta, az nem jó csinálta, ö, akkor próbáltak ilyen ellenkutatásokat csinálni ezzel kapcsolatban, stb. 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 És aztán vége az lett, hogy a megbüntették őket, és bevonták a, az adott gyógyszerkészítményt. Viszont ami marha érdekes, hogy ezért soha nem vontak felelősségre személy szerint senkit. Tehát, ha a gyógyszergyár védkes, akkor mind gyár fizet, de, de ott is meg lehetne keresni érted a, a személyes felelősöket. Ja, ja, ja hogy ez miért fajult el oda, soha nem ö, vontak személyesen felelősségre senkit. Nagyon érdekes, ö, tehát, mondom, előfogom, megvan az MP3 között. állomány, csak ö, nem tudom, hogy honnan töltöttem le, nyilván a címe alapján pikpak elő fogom keresni az adott hivatkozást, és megosztom, mert, mert ö, én azt érzem, hogy nagyon sokszor hasonló csapdák ö, vannak az e-cigaretta kutatásban is, illetve az e-cigaretta, hogy is majd, tehát azt látjuk, hogy van ellenkutatás, meg, 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 van mellett kutatás, de hogy ezek, ezek, valós sztorik és valós lehetőségek, és bizony nagyon el lehet lehetetleníteni bármit, és bármit át lehet egyébként nyilván nyomni, csak hozzáállás kérdése, hogy ezt hogyan csinálják. Na és erre mondott egy, egy marha érdekes példát, ami ami egy cigaretta kutatásokban is előfordult már, és jót röhögtünk mi is rajta, hogy amikor azt mondja valaki, hogy de 200 kal nagyobb arányban, és mondja a fickó, hogy amikor ilyet olvas egy szakirodalomba, azt már figyelmen kívül hagyja. Mert ez baromság. Mert ahhoz tudni kell, hogy kettőből lett négy, egyből kettő, érted? Vagy és hogy százzerből. És, és hogy, és hogy ezerből vagy százból, mert az kurvára nem mindegy, érted? És akkor, tehát hogy ez a, na, ez a statisztika, tudod, kis hazugság, nagy hazugság, statisztika. És ma, tehát mondom, hihetetlenül érdekes a, a, az előadás, és ezek gyógyszerkutatók és gyógyszerészek, és, és na, nagyon őszintén beszélnek erről a, a dologról, és na, nagyon sok mindenben a, a világosságot tudnak gyújtani a fejedben. Úgyhogy most, hogy beszéltünk róla a az adás alá be is fogom linkelni az eredeti előadásnak a, a helyét, hogy ne az állományt kelljen föltölteni. Viszont hát hülyéből azért folyamatosan el vagyunk látva. Megjelent egy cikk a... Nem tudom... Blogpost, ne, ne nevezzük cikknek. Generáció Y kávéval ajánlott fogyasztani függőség modern köntösben az elektromos cigaretta. Tehát én nem tudom, azt hiszem, most fogom elmondani századszorra, hogy a cigarettában a függőséget, ez szerintem egy, egyébként már így, így kezd ilyen, ilyen abszolút téfitté válni. Önmagában nem biztos, hogy csak a nikotin okozza. Tehát ahhoz, ke, ahhoz ez Itt most mi meg volt egy pillanatra. Igen. Teljesen rosszul fogalmaztál. Nem nem biztos, hogy csak a nikotin okozza, hanem biztos, hogy nem csak a nikotin okozza, csak, igen. Tehát És ez nyilván a, a visszaszokók beszámolója. A, a saját tapasztalataid, minden, minden ezt támasztja alá, de ugye kivették, ez, kivették de a nikotint. Anégdótázzunk, Mária, bocsánat, megint meg kell, hogy állítsalak, mert Igen. ez még ilyen, azt lehet mondani, hogy az anekdóta, de egyrészt a több évtizedet felülelő svécsnősz kutatásokból, valamint a szintén több évtizedet felülelő terápiás termék kutatásokból tudjuk pontosan, hogy a nikotin önmagában nem okoz olyan függőséget, mint az elégetett dohányjal együtt fogyasztott nikotin. Bocsi, muszáj volt. Nem, nem abszolút, abszolút igazad van, tehát tegyél helyre, nyilván, hogy ez a korrekt és pontos meghatározása, csak hogy folyamatosan ebben a, a csapdában járunk, és én most ezzel arra akartam egyébként... Hihetetlen módon rávilágítani, hogyha a nikotinos égetett dohánytermékkel kialakult függőséget mondjuk tíznek vesszük, akkor az e val bevitt nikotintól való függőséget még nyugodtan vehetjük egynek, félnek, 0,2-nek, 0,1-nek, bárminek. Erről van de, egy érdekes történet. egyébként. Majd de hogy? Ha de hogy a tört, a tört részéről beszélünk, és a cikk már megint azt a, a baromságot próbálja meg belét pedig én végigolvastam a cikket, de mintha a cikkíró is egyébként használta volna az elektromos cigarettát, vagy ez volt, ez volt, a nagyon fura benne, hogy ő elcigaretta cigaretta használóként határozza meg magát, és ennek ellenére egy ennyire brutális tájékozatlanságról, tanúbizonságot tévő Írással próbál valamit adni a világnak, bár ne tenné? Tehát uh, én, én két két dologra figyeltem föl. Egy, hogy uh, vissza, uh, mondta a leckét, de de abszolút uh, föl, fölmondta. Tehát akkor a nyelvvel érted, hogy uh, <coughs> csigszered körbeérni a vonzás körzetével együtt. Másrészt pedig uh, Se, tehát a kon konkrétum már megint semmi. Tehát ilyen vagdalkozás a szavakkal. Mit is lélegzik be a dohányos? Segít a leszokásban. Satöbbi, satöbbi. Hát végül is Kicsit nem. ilyen tudathasadásos ez a cikk. Nem is kicsit igazából. Nekem, nekem négy dolog tűnt föl benne, ami nagyon fölpiszkált, és elkezdtem írni egy kommentet rá, csak aztán följött valami szar pop-up a bloghún, és eltűnt a kommentem, amit félig megírtam, és akkor mondtam, hogy jó, akkor nem kommentelek. <laughs> Az egy úgy kezdődik, hogy föl kavarja a kedélyeket azzal, hogy rengeteg fiatal használ elektromos cigarettát, holott pontosan tudjuk, hogy a fiatalok kevesebb, mint kétezreléke. Használ úgy elektromos cigarettát, hogy soha az életbe nem dohányzott, ismétlem, kevesebb, mint kétezreléke, és egyébként a, a számok alapján ez csökkenőben van. Például itthon és például az Egyesült Államokban is. Ez így volt az egyik. A másik, ami nagyon megütötte a szememet, a, az a végén a aki ha le akar szokni hívja ezt a számot és erről azonnal eszembe jutott néhány hónappal ezelőtt volt a 444-en a cikk, hogy hónapok óta nem veszi fel senki veszi föl, a dohányzásról leszoktató segélyszámot hogy igen, gratulálunk ez is egy adag tájékozatlanság. a másik, ami nagyon megütötte a szememet hogy a hosszú távú hatásai nem ismertek pedig idén azért kijött kettő sőt három darab tanulmány, ami egyrészt a másfél éven keresztül követett uh, aktív elektromos cigaretta használóknak és csak elektromos cigaretta használóknak a szervezetéből uh, kimutatható uh, rákeltő anyagok és egyéb egészségkárosító anyagok jelenlétét vizsgálta, plusz most Polóza professzornak ugye ez a korábban sosem dohányzó e-cigarettásoknak a három és fél éves tanulmánya, amiből azért eléggé szépen lehet interpolálni egy egész életen való elektromos cigarettázást illetően. A negyedik, ami meg így megütötte a szememet, és erről mi miért nem hallottunk, hogy gyakorlatilag Hollandiában betiltották a kínai likvideket. És hogy így vat ezt, ezt így honnan? És tényleg az egész írásnak van egy ilyen szaga, mint hogyha egy Kicsit elektromos cigaretta barátabban próbálna összefoglalni a Nefinek a 2015-ös borzalmas szar elektromos cigaretta összefoglalójának egy-egy darabját. És abban volt ugye a 2000-es évek elejéről valahonnan Hollandiából kiullózott RAPEX biztonsági jelentés, amiben kínai likvidek voltak. És ez volt az első, ami nekem eszembe jutott, hogy igen, volt valamikor tíz évvel ezelőtt eh, Hollandiában egy RAPEX jelentés néhány kínai likviddel kapcsolatban, de hogy én az életben nem hallottam róla, hogy tehát Hollandia betiltotta volna a európai, Európai forgalmazásban van csak a, a Dekang és a Hangzen, tehát ez a két legnagyobb kínai likvidgyártó, és még van feelife és és jóisten tudja, hogy még kik Kínából nem, nem is értem Bocsánat, akkor van egy ötödik, egy négy és feledik, hogy gyakorlatilag ember TPD Terméked van, megfelel, bejelentetted, forgalmazhatod. Ennyi a TPD. És, és a TPD-nél kasszám szerinti összetevőkre meg kell adnod az ízesítőket a likvidben. Tehát ez bármikor lekérhető nyilván nem mindenkinek, hanem csak azoknak, akiknek, akik ezt vizsgálják, vagy ellenőrizhetik. Bármikor le, lekérhető, utána járható, mintázhatod, összehasonlíthatod az általad leadotta, hogy az tényleg úgy van egy tényleg annyit tartalmaz-e, stb. 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 Tehát ez fogyasztó védelmi ellenőrizhetőség szempontjából jobban dokumentálva van egyébként, mint bármelyik másik dohánytermék. Nem tudom, miért írnak egyébként ilyen, pláne magát elektromos cigaretta használónként azonosító ember minek ír ilyeneket, mert lényegesen lájtosabbra hangszerelve, de gyakorlatilag ez olyan, mint egy nefi anyag, hogy így minden bekezdésben van valami, ami inzultus az olvasó intelligenciája ellen, hogy mi, mi miről beszélsz ember, mi van? Hát vagy legalábbis full, full hülyének. Nyilván a cikk nem, nem nekünk készült, hanem azoknak a széles néptömegeknek, akik mondjuk nem ismerik az elektromos cigarettát, vagy már kapásból ugye úgy állnak hozzá, hogy az is olyan szar, mint a cigű, stb. stb. Nem tudom, mi, mi szükség, tehát hogy mi volt az indítatása, hogy egy ilyen férc, tehát ha ez kabát lenne, az meg a sarokig nem jutott volna el vele. Ezért is mondom, hogy ne nevezzük cikknek, mert igazándiból ez egy írás, egy blogpost, és tudjuk, hogy a, a rendes, professzionális sajtóban is sem kifejezetten magas a kerítés az elektromos cigarettákkal foglalkozó cikkek minőségét illetően, de hát itt aztán a bloghunt gyakorlatilag bárki azt ír, amit akar. Én is ezt szoktam csinálni, de azért igyekszem nem ennyire tájékozatlanul és pongyola módon tenni azt. Yeah, is. Szóval én, ah, én ilyenkor is azon nem. szoktam elképedni, hogy valaki írni akar erről a témáról. Oké, hát érted, beütöm a, a netre, e-cigaretta hatásai, vagy valami. Biztos vagyok benne, hogy nem, nem ez a szemét fog, amit itt összehordott, szembejönni vele az első, nem tudom én, száz oldalon amit mondjuk legalábbis már csak a szakmai becsületem miatt végigolvasnék, vagy legalább belelapoznék, vagy, vagy akármi. Magyar nyelvterületen a, a Blacky meg a te blogod, blogod szerintem biztos, hogy az első 20-30 találatban föl fog jönni, és akkor ott még lehet tovább kutakodni, vagy az Egyesület oldala, vagy a, a, az Egyesület Facebook oldala, vagy bármi, ahol egy kicsit utána tud járni ezeknek a, a dolgoknak. És rengetegszer leírtuk, összefoglaltuk a, a, az alapdefiníciókat, a, a téziseket, a kutatásokkal kapcsolatos véleményeinket, és, és mindent, és én nem tudom. Tehát ezeknek a, a bullshit generátor hordja össze, amit a nefi és a VHU üzemeltet, és, és onnan tájékozódnak. Foggalmam sincs, komolyan. <kül> Még egy, egy apró megjegyzés erre a, a dologra. Erre az előadásra, amit hallgatom a gyógyszeripar kapcsán, hogy... <kül> Elektromos cigarettát, nyilván nem hangzott el az előadásban, csak levonom a tanulságot. Elektromos cigarettát ma Európában a piacra vinni nehezebb, mint gyógyhatású vagy nem táplálékkiegészítőt. Tehát egy táplálékkiegészítőnek nem kell ilyen dokumentációt leadni, mint amilyet leadunk egy likvidhez. Ez az egyik, a másik, hogy képzeld el, táplálékkiegészítőt, ha te mondjuk, nem is tudom, a Magyar Gyógyszerészeti nem is tud, egyetemnek vagy a, a dékánya, és azt gondolod, hogy a Hululu nevű táplálékkiegészítőt elviszed a laboratóriumodba, és jól megvizsgálod, és azt mondod, hogy ez szar, azt hatóságilag nem fogadhatják el. Hm. Tehát így, így, és ott kérdezték, és miért? Azért, mert te vásároltad meg, és nem egy ellenőrző hatóság. És ez már kizárja oh. azt, hogy a te vizsgál, tehát ért, érted a, a, a csavart, és a, ha ugyanezt a, mit tudom, is én a, a fogyasztóvédelem csinálja meg, akkor, akkor ezzel nincsen probléma. Ha te, mint egyetem, csak kíváncsiságból megvizsgálod, akkor azt nem, nem, nem tudják elfogadni semmilyen intat. Hiába mondod, hogy de emberek ebben cián van, vagy mérgező, vagy halálos, vagy bármi, pont leszarják, nem fogják betiltani, nem vonják ki a forgalomból. És a másik érdekesség, hogy a és fogyasztó... még be is perel a cég És még be is perel a cég. És a másik érdekesség, hogy a fogyasztóvédelem kampányokban gondolkodik. Tehát ha az idén volt táplálékkiegészítő vizsgálat kampány, akkor a következő öt évben mindenki olyan szartáról, amilyet akar. Hát ez kb. olyan, mint a adóhatóságnak a... Ide, idén, rászállunk a nem tudom én virágárus néni. Igen, igen, és akkor, és és akkor, más az, összes, és akkor az, az összes, nem tudom, én mással foglalkozó meg azt csinál, amit akar. Érted? Tehát elképesztő. Elképesztő, ahogy, ahogy velünk bánnak, és ahogy az egyébként meg tényleg fontos dolgokat meg pont elibeszarják. Hihetetlen. Hihetetlen. Na mindegy, egy ilyen korszakot élünk reméljük. Mindig bízunk a jobban, Krisztián jobban, mint én. Nekünk kell. Legalább 200%-kal jobban bízik, mint én. Hogy, hogy mondjak mondjak valamit. Mert én egyre bízok, Krisztián meg kettőre. Na, de hát egyébként meg ugye nekünk is el kell mindig a, a segítség. És Ezúton is szeretnénk megköszönni a, a Patreon támogatóink segítségét. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Egyébként, egyébként van még egy jó hírünk, hogy kódolatlan hétvége van nálunk is, tehát azt hiszem, de most ezt mondom, azt hiszem, hogy három vagy négy adást uh, úgy fognak uh, megkapni a hallgatók mindenki, az is, aki nem Patreon, mintha az lenne. Tehát hamarabb fog hozzájutni, uh, levélben fogjuk uh, értesíteni őket. Uh, Extrák. Extrák. Mindenféle. Behind the scenes felvételek. Minden, minden. És amit, amit az adás előtt beszélgetünk, az külön állományban kapják, meg piros digitális szalaggal átkötve. Tehát ez Csárlinak az ötlete volt, és szerintem nagyon remek. Úgyhogy innen is még egyszer köszönjük a Patreonjaink támogatását, illetve köszönjük Csárlinak a a hátvéd munkát és a hangmágusunknak. Lelkesedést, amit belénk önt. Szerintem mára ennyi volt belőlünk, így is másfél óra lett, pedig egy órát terveztünk, Krisztiánna, ezt most már elmondhatom. Tehát nem, nem bírtuk abba. És se sikerült. És <laughs> se sikerült, igen, és se sikerült. Én mindenkinek köszönöm, hogy veletek lehettünk, egy élmény volt. Sziasztok! Köszönöm, sziasztok!